Bár még javában tart a nyár, már most érdemes a hidegebb napokra beszerezni a tüzelőanyagot. A szakemberek szerint jó, ha a fűtési szezonig van ideje száradni a fának, szénnek. Megkérdeztük a szabadkaiakat, hogy gondoskodtak-e már fűtőanyagról. Én megvásárolom mindig előre a télire való, úgyhogy van 2 évre való tűze való, még az idén nem is vettem semmit, de nem is kell, mert vannak elég sok szenem és fám. És akkor úgy, hogy én előre gondolkozok mindig, hogy tartalékaim legyen, mert az ember nem tudja, hogy a jövő mit hoz. És ebben biztosítom magamat. Jó van rá lehetőségem is, talán az is. Én előre így gondolkozok, de mindenbe, úgy az élelembe is, mint minden szempontból. Úgyhogy vannak tartalékaim mindig, kész elérben vagyok. Fával és szénnel fűtök, de még nem vásároltam meg. Kicsi a nyugdíjam, és akkor szerzem be, amikor sikerül. A nyugdíjat úgy próbálom kiegészíteni, hogy lakóépületeket takarítok, és abból tudom biztosítani a tűzrevalót is. Egyszerre 2-3 köbméter fát és 1 tonna szenet veszek. Aztán, amikor már fogyóban van, ismét vásárolok valamennyit. Fáva fűtünk, mert abba szoktunk, van kályhánk és akkor. De még nem vásároltuk meg. Szedjük össze a pénzt a kis nyugdíjból, még mire összesporogassuk, ugye? Azért árulok egy kis virágot, és pótolja a nyugdíj, nem nagy. Hát ez van. Beszerezték már a fűtőanyagot? Jaj, még csak egy részét. Hát még nem szereztük be. Hogyan szokta venni? Apránként, vagy pedig részletekbe törlesztve nagyobb mennyiséget? Hát csak apránként, máshogy nem lehet. A legtöbb helyen egyelőre nem drágult meg a tűzrevaló, ezért aki teheti, annak érdemes most beszereznie. Hangsúlyozta Basics Palkovics Lajcsó, fatelep tulajdonos. Augusztus hónapban vagyunk már, learadtuk a buzát, az első pénzek kezdenek beérkezni a családba, és lajja, hogy jön a pénz, úgy az emberek érdeklődnek a tüzelő iránt is, konkrétan ugye nálunk a tűzifa és a szén iránt. Ami illeti a tűzifát és a szenet, az árak azok maradtak a tavalyi szinten. Esetleg csak megemlíteném, hogy 6000 dinár a tűzifának az ára. Nálunk én azt a praxist forszírozom, hogy ugye valaki szereti a bükköt, van aki a tölgyet, van aki az akácot, de hát mivel a beszerzés jár, és egy akkor én egy áron árulom is. 8200 az egyszerű lignit, 13500 a szárított szétkolbarai, és a behozatali bánovicsi barna színek az ára 14500 dinár. Mind a 3 fajtából ilyen pillanatban van raktáron, úgyhogy aki jön, az rögtön meg is tudja kapni. Ami illeti a részlete eladást, azt a június hónapig árultuk úgy a tüzelőt, de most már, hogy megindult a szezon, nagyobb a kereslet, nekünk is többet kell, úgyhogy most már nem adjuk részletet, csak a készpénzre. Hát az emberek az utóbbi 1-2 évben már vásárolnak úgy, hogy karácsonyig új évig legyen, és akkor januárban ismét töltik fel a raktárak készletét, attól függően, hogy milyen az időjárás, hogy enyhébb a tél, vagy hogy zordabb. Az elmúlt tüzelési szezonban, hogy tudjuk, hogy elég enyhe volt a tél, és nagyon soknak még maradt is tavalyról, úgyhogy sokan csak feltöltik a megszokott mennyiséghez szükséges tüzelővel. Szabadkán mintegy 40 fatelep működik, ahol hasonlóak az árak. Viszont Szerbia egész területét tekintve nagy különbségek is lehetnek a szén és a tűzifa esetében is. Például Pirotban 1 köbméter fa 4500 dinár, míg Zomborban a kiszállítással együtt 6200-tól akár 9900 dinárba is kerülhet. Sokan a gázfűtést részesítik előnyben. Egyes kimutatások szerint azonban a villanyárammal való melegítés a leggazdaságosabb, főként akkor, ha olcsó áram is van a házban.